Zaklikov. Az ikrek szorgalmasan küldözgették harctéri tudósításaikat. Már a hatvani pályaudvaron kezdték, és Miskolcon folytatták. Később izgatott boldogsággal jelentették valami kimondhatatlan nevű lengyel helyről, hogy hallják a távoli ágyúzengést. Egy ellenséges repülő, aki bombákat dobált a vonatjukra, láthatóan igen megörvendeztette őket. Ezt sokért nem adták volna, hiszen ez egy megvalósult gimnazista álmuk volt. Azután néhány napi füllett csend következett, és jött a hír, tűzben voltak. Nekik nem esett bajuk, de szegény Robek Kornél, az osztály humoristája, olyan jól tudta utánozni Milka századost, hősi halált halt. A múlt esztendőben Hankó tanár úr, akinek papírgalacsint lőtt az orrára, azt jövendölte neki, hogy fegyházban fogja végezni. Ettől fogva megváltozott a tábori levelező lapok hangja. Ezentúl is Hegyke kondottyér stílusban írtak még. Zaklikovnál szuronyhegyjel piszkáltuk ki a moszkálit az iskola épületből. A sorok közül azonban valahogyan ki lehetett olvasni, hogy a rettenetes csontkirály, akit semmiképpen sem akartak komolyan venni, dermesztő közelségben áll a hátuk mögött, és rejtelmes mosolyjal néz bele az írásukba. Borzalmas dolgok történhettek odafenn a vígasztalan lengyel ég alatt. A Pruttól a Fehér tengerig megindultak a szláv hegyek, és dümörögve vánszorogtak a magyar határ felé. Az ország pedig viruló ifjú embertestekből emelt ellenük gátat, magyar anyák szemefényének testéből. Sápat arccal a titáni erőlködésben görnyedő tagokkal, szakadóinakkal feszültek neki a nagyszerű fiúk a szörnyű tehernek. A hörgő lélegzetük párává lett, és az emberi szenvedés rettenetes, vérszínű felhőjeként kavargott ég felé. És ha egy-egy pillanatra ráértek hazagondolni, akkor mosolyogtak, hogy megnyugodjanak az otthonvalók. És jó nevelésű fiúkhoz illően csókoltatták a sógornő kezét, tiszteltették István bácsit, és kántor kutya hogy léte iránt is érdeklődtek. Vasúti vonatok érkeztek Budapestre, csontokba hasító fájdalommal, föld alá vágyódó fásultsággal, kuszált, forró, lászképekkel telt vonatok. A halál illatát árasztották, és vértől csepegtek. A barna arcú falusi vasgyúrókat, akik néhány héttel ezelőtt még virágosan és dalolva vonultak végig a városon, mint fakó vázákat emelték ki a kocsikból. Némelyik hordány olyan lapos volt, hogy az ember megdöbbent, ha az üres takarók közül egy szempár szegeződött reá. Tekintetük merett és üres volt, mintha a szörnyű dolgok után, miket a csatamezőkön láttak, képtelenek volnának újabb képek fölvételére. Elhasznált üres emberhüvelyek voltak. Ami ifjúság erő tűz volt bennük, az belefolyt a háború rettenetes kohójába, ahol egy új világot öntenek formába. Az Illésházi kórház termeit is hamar megtöltötte a beteg áradat. A kórház lelke Katalin volt. A rejtelmes kéz, amely sorra nyitogatta a lelkekben a bestia ketreceket, a titokzatos erő, amely arra kényszerítette a népeket, hogy akaratuk ellenére tűzbe, vérbe gázoljanak. Mellékesen magával sodorta Arató István kis feleségét is, mint forgószél a toronytetővel együtt az árva falevelet. Katalin egyszerre új utakon és új alakban látta viszont önmagát. Eddig kissé kényelem szerető, változó kedvű, gyáva kisasszony volt. Hogy volt az, hogy most mégis reggeltől estig kemény és bátor munkában törte magát? Mint mindig most is emésztő kíváncsisággal figyelte, és mint mindig most is kívülről a közönség szemével mustrálta önmagát. Ez a szép nyulánk barna asszony, akinek arcára olyan jól illett az édes apáca szigor,
mint testére a hófehér, sima, szamaritánus ruha a hollandi főkötővel. Ez az asszony jobban tetszik neki, mint az összes Katalinok, akikkel eddig életében megismerkedett volt. A háború leánya volt ez, nem méltatlan a nagy időkhöz, amelyek nemzették. Csodálatos könnyedséggel találta meg gazdag lelki ruhatárában a kellékeket, melyek új alakját tökéletessé tehették. De nem is kellett keresgélnie, az ismeretlenségből új érzések, új gondolatok, új gesztusok meteorraja szállott felé és merült a lelkébe. Midő fakó arcú, aszottagú férfiak ágya fölé hajolt, megtalálta magában a szent és forró anyai részvétet. Megtalálta az idegerőt, amellyel véres és kegyetlen műtéteknél segítkezett. Aki azelőtt vacogó fogakkal gondolt a halálra, most képes volt rá, hogy hűsítő kezét rátegye a haldokló lázas homlokára. A passzivitásából kilépő nő, oldhatatlan tett vágya, s mindent merő bátorsága lüktetett benne. A kórház minden férfiának ugyanaz a tiszta és gyöngét tűz csillant meg a szemében, ha Katalin nővér piké szoknyája végig suhogott a termeken. Ez volt az ő nagy sikerének külső elismerése. Tudta, hogy ezek mind szerelmesek belé, de úgy, ahogy a felhőkön trónoló ideálba szokás, ahogyan a latin népek a Madonnába. Katalin azt is tudta, hogy Arató István hitvesének ennyi férfi között egy pillanatra sem szabad levetnie az apáca fejedelemnő szelíd hideg büszkeségét. Ezt elvárták tőle maguk az imádó. Nem tudtam, becsületemre mondom, nem tudtam, hogy ilyen asszony is van a világon, mondta egy ízben a főorvos Kádár tanár, aki egyébként csökönyös aglegény volt. Maga Katalin sem tudta. Eddig urának planétája volt, nagy Arató tanár kicsi felesége. Most azonban a maga útján járt, a maga fényével világított. Arató István, miután hetekig távol járt a fővárosból, egy este váratlanul hazaérkezett. A félvárosba telefonált felesége után végül eszébe jutott a kórház, és ott meg is találta. Itt vagyok, szívem, holnap délig maradok. Oltváról jövök, és Ungvárra kell mennem. Mikor jössz haza? Jaj, szívem, éppen most érkezett új beteg transportunk. Feltétlenül meg kell várnom, míg ágyban lesznek mind. De egy fél óra múlva otthon leszek. Nem haragszol, ugye? Ez a katonai kötelességérzet meglepte, és szinte büszkévé tette Istvánt. Egyelőre meg kellett azonban elégednie Kántor társaságával. A kutya magán kívül volt örömében, szobáról szobára követte gazdáját. Ha leült István, a lába elé feküdt, és le nem vette volna róla vérrel erezett, megdöbbentően okos sárga szemét. Kántornak különben némi sznob hajlamai voltak. Nem kedvelte a cselédek társaságát, és az uraság távollétében igen elhagyatottnak érezte magát. Az egy órából kettő is lett, mire Kata végül uranyakába röpült. Éter és karból szaggal kombinált kórházi illatot hozott magával, hajdan sejem lágy kis keze, kemény és kissé cserepes lett a dezinficiáló szappantól és a körömkefétől. Fáradt volt, alig tudott a lábán állni, de azért beszédesnek és jókedvűnek mutatta magát. Egy-két kérdést intézett csak Istvánhoz, és miután az elmondta neki, hogy az Oltvavölgyi Sziget kórházban összetalálkozott ember Máriával, aki ott a felügyeletet viszi, rögtön a maga kórházára terelte a szót. Akkor is beszélt még a szomszéd szobából, mikor az ura már lefeküdt, később még átjött hozzá, és szokása szerint leült az ágy szélére. A betegekről beszélt, a doktorokról, sőt a kórházi szolgákról is. Az ember azt hihette volna, hogy az Illésházi Kórház Magyarország legeredetibb embereinek gyűjtőhelye. A
Van ott például egy öreg népfölkelő, aki délután elbúvik a padláson aludni. Kata az egész kórházat valami bűvös meleg világításban látta, mely mindent és mindenkit érdekessé és vonzóvá tett. Alapjában véve nagyon örült, hogy eldicsekedhetik valakinek a sikereivel. A kórházban ő előkelően szerény hölgy volt, de Istvánnál nem bánta, ha egy kicsit bele is lát a kulisszái mögé. Arató némi iskolás fiú kajánsággal hallgatta. Na tessék, ez az asszonyka is azt hiszi, hogy új erőket fedezett föl magában. Pedig amit fölfedezett magában, az megint csak a háború. Akit késő éjjel kedves izgalommal fecseg István fülébe, az nem is Katóka, hanem a világra szóló nagy szélvész, amely mostanában annyi nagy és kis malmot kelepeltett. Valami parányi kis változást azonban mégis talált a feleségén, idegen új lenyomatokat könnyen mintázható lelkén. Ez elkedvetlenítette. Alig észrevehető új és idegen vonásokat. Megérzett rajta, hogy egy új klánhoz tartozik, egy társadalmi közösséghez, amely Istvánnak idegen. Megérzett a mosolyán, mely a kórházi doktorok között divatos élcek viszfénye volt, némely újonnan szerzett szaván egy-egy kis gesztusán. De hát a háború. A Polyvát örökre szétszórja a szél. Az embernek azonban azért van lába, hogy megint megtalálja egymást, ha elült a nagy vihar. István megjelenése különben némileg kizökkentette az asszonyt új szerepéből. Miután egy éjszakán át egy levegőt szívtak, reggel megint, mint a régi Kató ébredt. Nem szeretett fölkelni, és titokban kissé unta a kórházát. De ez csak rövid visszaesés volt. A kórházban a rendületlen kötelességtudás hírében állt, és ezt a hírét nem merte kockára tenni. Fölkelt tehát, és elszántan belelépett a hideg vízbe. Délben kikísérte Istvánt a pályaudvarra, és midőn megölelték egymást, az asszony kissé ellágyult, mintha honvágyat érezne valami után. Tudja, mi volna jó? Kérdezte nedves fényben csillogó szemekkel. Ha most magammal vihetnélek, ugye? Úgy. Nem lehet szívem, de hiszen majd eljön egyszer a kettőnk külön békéjének ideje. A tegnapi transporttal két tiszti beteget kaptunk, mondta Kádár tanár, miközben Katalin és a segédorvos társaságában végigment a kórtermeken. Súlyosak? Kérdezte hivatalos érdeklődés hangján az asszony. Az egyiknek az ászlósnak fejlővése van, de könnyebb fajtájú. Ő maga kutyába se veszi, mert azt mondja a lófő székely. A neve Stovasser, magyarázta mosolyogva az asszisztens. A másikból még nem tudok kiokosodni, ideg sokja van. Milkának hívják, jegyezte meg az asszisztens. Milka? Talán a kis sógoraim kapitánya, vélekedett Katalin. Kapitány, honvéd kapitány, hosszú derék ember. Ideg sokja van? Csúnya dolgokon mehetett keresztül szegény ember, a beszélő képességét is elveszthette. Tud az beszélni, kérem, betette közbe az asszisztens. A kérdéseinkre ugyan nem válaszol, de azért nem néma. Miért gondolja? Olykor mond egy szót, mindig ugyanazt. Zaklikov. Ezek igen furcsa dolgok, vélekedett Kádár tanár. Valaki éppen egy mozdulatot tesz, egy szót mond, mikor lecsap előtte a mennykő vagy a gránát, később magához tér megint, és akkor ugyanazt a gesztust, azt a bizonyos szót ismételgeti. Van a klinikán egy idegbeteg ember, aki jobb kezével a levegőbe szokott kapkodni. A gránát nyomás akkor vágta a földhöz, amikor éppen fát vágott. Zaklikov tótul vagy lengyelül lehet, vagy oroszul. Mielőtt az urak ezen tanakodtak, a szomszédos betegágyban egy mély basszus hang szólalt meg. Zaklikov orosz-lengyelországi falu, ha meg nem sértem vele az uraságokat.
Az asszisztens egy jóképű magyarhoz fordult, aki csendesen szívta magában a kurta angol pipáját. Mi maga az íjjártó? Hogy van a karjával? Az imént rakták gipszbe tört karját, és fájdalomcsillapító megengedték neki, hogy időnkívül rágyújtson. Íjjártó, ezt a nevet már hallotta Katalin. Nem ismerjük mi egymást? A sebesült komoly arccal bólintott. Én ismerem a méltóságát. A vasúton megtetszett tisztelni a feleségemet és a gyermekemet. Katalinnak eszébe jutott a csinos matyó menyecske, Buddha sugár koronájával a fején. Hiszen ez az ikrek híres paraszt káplárja. Együtt volt a két kis sógorommal, ugye? Ezt a fapipát is Arató Péter úrfitól kaptam. Ő nem tudta szívni, igen csípte a nyelvét, mondta elnéző mosolyjal a beteg. Kádár tanár megint Milkára terelte a szót. A százados esete érdekelte, és ekkor kitűnt, hogy íjjártó mindenről tud, mindvégig a százados oldalán volt. Az ideg sok előzményeit így mondta el az ő higgadt és kissé tempós modorában. Mi kérem szépen, 22-en voltunk első tűzben. Éjjeli menetelés volt, és keresztül vonultunk Zaklikov községén. Nekünk úgy mondták, hogy 20 kilométernyire tőlünk nincs ellenség. De hát a muszka kifogott rajtunk. A hosszú fahíd közepén gépfegyvertüzet kaptunk. A kutyák elbújtak az iskolában. Annak tetejére szerelték géppuskájukat. Vak sötétség volt. Ember és ló összetorlódott a hídon, se előre, se hátra. Hát nagy zavar volt, kérem szépen. Sok jó emberünk ott veszett. Hogy ott ne halljunk, mindegy szálig összeröffentünk, vagy 20-an, s megrohantuk az iskolát. Íjjártó ekkor csodálatos gyöngétséggel mosolygott Katalin felé, és így folytatta. A két arató úrfi is velünk jött. Betörtük az ajtót, szobáról szobára vertük a muszkát. Föl a padrásra, az akkor már javában égett. Végül mind elnyomtuk őket. Robek önkéntes úr a padlás lépcsőn kapta a haslövést. Katalin egész testében remegett, arca hófehérré vált, mikor ezeket a vad dolgokat hallotta. A fiainknak nem esett bajuk, kérdezte fátyolos hangon. Semmi, kezét csókolom. Utána megettünk még egy rút szalámit, amit Palkó úrfi rekvirált a papnál. És mi történt Milka századossal, kérdezte a tanár. Az éjjeli harcon nem láttuk. Akkor nem is esett baja, de másnap hajnalban az orosz lőni kezdte a falut öreg ágyukkal. Parancsunk volt, törik szakadt, ki kell tartani. A százados úr a fedezékben volt, és engem valami jelentéssel küldtek hozzá. Már akkor is beteg lehetett, az arca igen fakó volt, azt kérdezte tőlem. Mi is a neve ennek a cudar helynek? Jelentem alásan Zaklikov. Akkor történt, hogy a gránát szétvetette a fedezéket, és mind a hármunkat eltemetett. A harmadik a százados úr legénye volt. Ő járt szegény a legrosszabbul, a föld omlás agyon nyomta. Nekem csak a karom törött, és a százados úrban akkor némult meg a lélek. Kádár tanár most már tudta azt, amire kíváncsi volt. Katalin elvált az orvosoktól, és egyedül folytatta körútját. Már visszajött Istvántól, szívvel, lélekkel itthon volt megint. Szerette ezt a milliót, a fehér párnákon pihegő, sötét férfi fejeket, a csendesen motoszkáló ápolónőket a hosszú folyosókon, elhagyottan izzó lámpákat. Még az éter hideg és ellenséges szagát is szerette. És tudta, hogy az ő karcsú fehér alakja, amit nesz nélkül, végig száldos a termeken,
Szelíden visszatükröződik a láztól elhomályosult szemekben. A kórház jó angyala úgy szerette ezt a milliót, mint a művész sikereinek színpadját. A véletlen úgy akarta, hogy Kata még az este meglássa Milka századost. Midőn elment a tiszti szoba előtt, az ajtó éppen nyitva volt, a szolgák bútorokat hordtak. A százados a szoba közepén ült. A szálas szép férfi, aki az ikrek szerint Manliherestül emeli föl a bakát, megroppant, megfakult, megöregedett azóta, hogy a pályaudvaron összeverte két sarkát Katalin előtt. Állát két hetes szakál verte föl, ruhája rendetlen volt. Szeme ez a szomorú vakablak apatikusan bámult a semmibe. Kisfiú korában egyszer véletlenül a padlóra fordította édesanyja varró asztalának fiókját. Amint a szanaszét guruló sok gombot, kapcsot, gombolyagot, üveggyöngyöt, tűtollót elnézte, nagyon megijedt, és az a reménytelen érzése támadt, hogy ezt soha többé nem lehet összeszedni. Most majdnem hasonló helyzetben volt. A háború egy mennydörgő csapásra a földhöz vágta az ő életének tartalmát. A borzalmak után, amiket átélt, csak nem lehet többé kávéházba járni, adomákat mondani, vasalt nadrágban sétálni. Elvesztette magát, lemondott magáról, le az életről. Hidegséget és sötétséget érzett magában, semmi akarat, önérzet, vágy, remény nem tüzelt a vérében. Ott ült egy helyben, és óriási távolságban nézte életének sok cifra és haszontalan törmelékét. Homályosuló értelme az alatt valami titokzatos kis szörnyeteggel viaskodott, amely belefúródott agyába, amely döfködte, szívta, gyötörte. Nem tudta, hogy mi az, hogy honnan jön, hogy miért kínozza. Csak nevét tudta, és most is ismételgette halkan kétkedőn, fájó töprengéssel, Zaklikov.